a sztrájkokat tulajdonképpen, ami a plakátokon is megjelent a közeljövőben az adminisztrációs terhek növekedése, és ez év január 1-től bevezetett áfa általány eltörlése. Na most hát ez mindkettő elég közvetlenül érinti a kereskedőket, ugyanis néhány szakmában az áfa általány az komoly adminisztrációs könnyebbséget jelentett. Azon kívül a számlaadási kötelezettség és a pénztárgépek üzembeállítása, ez egy olyan terhet ró a kereskedőkre, amit feltételezem, hogy sokan nem fognak tudni elviselni, meg nem akarnak elviselni. Tulajdonképpen nem az áfa rendelet az, az a saját véleményem szerint, ami kiváltja ezeket a megmozdulásokat, illetve magát a sztrájkot a kereskedőkből. Ezeknek a problémái sokkal mélyebben vannak. Az mostani eléggé gyakran emlegetett pénzügyi kormányzat fiskális rendeletei, tehát az állandó elvonásra való törekvésnek az egyik kiszolgálózó eszköze lehet ez. És ezáltal a kereskedők már úgy érzik, hogy egyre több, egyre nehezebb nekik a mozgásuk. Az életterük tulajdonképpen nem arra irányul, amiért vannak, tehát hogy kereskedjenek. A magánkereskedők sztrájkolnak. Én nem értettem ezzel egyet, mert ezt a sztrájkot nem a magánkereskedők találták ki, hanem az országos szervezet. És más az, ha egy szervezet, egy érdekképviseleti szerv találja ki a sztrájkot, az a magánkereskedők zsebére megy. A szervezet dolgozói kapják a fizetést. Így az országos elnök is, aki elindította ezt az akciót. Tehát ez most azt jelenti, hogy úgy érzi, hogy ennek a sztrájknak nem lehet eredménye? Így nem is tudok, így nem várunk semmiféle eredményt. Milyen eredménye az, mikor a két napig én azért sztrájkolok, hogy ne tegyem zsebre a pénzemet? Ennek nincs eredménye. Eredménye az olyan sztrájknak van, szerintem, és azt hiszem a más is így fogja fel, amit a szakszervezet hirdet, hogy mögötte a munkabért biztosítani kell annak a dolgozónak, aki sztrájkol 2-3 napig. Itt kibiztosítja. Itt arra 2 napra vagy 3 napra nincs bevétel. Itt saját maga ellen sztrájkol a magánkereskedő.